Üdvözlök, Gaming Kárcún, és a mai videóban pedig egy ilyen kis bug is, teljes megőrülés lesz. Playdomnak nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy biztosították itt tesztre. Lent a leírásban, illetve jobb felsőben is ott van, bizony írott formában is a tesztem. Az már egy nagyobb volumenű játszás, egy legalább egy 5-6 óra, de legalább 10-et minimum bele szoktam verni ezekbe. De ez most, ez a videó az első betekintésről szól, úgyhogy teljesen szüzen kezdem. Aha, komoly, az összes országban van ez menő. Csapat név, na, az pedig mi más lenne, hanem Playdom, ha már tőlük van a játék. Szám pedig a 6-os, az a kedvenc számom, úgyhogy mehetünk is tovább. Szerintem left alt-tal lehet tovább menni. Zseniális. Jó, nézzük akkor, hogy hogyan néz ki a ruhánk, azt kell beállítani. Body type 2-vel alacsonyabbak vagyunk, legyünk alacsonyabbak, nem tudom, lehet jobb így a légellenállás, mit tudom én. És a sisakok között is lehet váltogatni, amúgy jól néznek, ez a zöld is tök jól néz ki. Hú, ez ilyen vakány, nem? Eltér a többitől. Legyen ilyen. Lehet beállítani saját sisakot? Azt nem tudom. Ja, ezek a márkák, ó. Ó, menő. Nem. Oké. Viszont, olyan ruhák vannak, amik licenszeltek. Nem sok. Ezt hozzáteszem, de legalább a licensz ott van, ezt látom. És kesztyűt is testre lehet szabni. Ott tiszta narancsárgák vagyunk. Még a cipő is. A Sparko cipő, azaz igazi rall is. Tök jó. És akkor a színeket is testre lehet szabni. Nem tudom, hogy most itt minek a színét állítom pontosan, de annyi baj legyen. És akkor át lehet váltani, hiszen más ruha kell a kvadozása, sőt, még a magasságunk is megváltozhat annak függvényében, hogy kvadozunk vagy sem. Zseniális. Ezt nem értem, de zseniális. Legyen most ez ilyen szürkésebb jellegű. Ó, ez jól néz ki. Miért van cicim? Ja, hogy beállítottam... Ó... Nő lettem. Ez a férfi. Ha. Oké. Okay. Mindent értek, akkor vissza, mert férfit adtam meg, és akkor jó, érted? Na jó, oké, szerintem a többi az jó, az így, menjünk, nézzünk meg egy futamot, vagy valami. A tutoriál, ne, hát én ilyen bátor gyerek vagyok, nekem nem kell tutoriál, aztán majd szenvedek inkább. Welcome to the Nacon Off-Road Competition. Micsoda verseny. Every first Sunday of the month. You'll be racing against different teams and in different vehicles and locations. Your goal is to get promoted to Division 1 and secure first place at the end of the season to win the competition. Hoppá, meg kell nyerni. Prove that you're the best off-road driver. Office? You have a team assisting you throughout this journey. They'll help you to improve your vehicle. Ó, kiemelték a mocit. And predict the environment and weather for the race. Nagyon komoly. Hűha, itt aztán a homokvihar. Learn how to conquer the terrain by carefully building the perfect vehicle for each race. Minden versenyre van megfelelő jármű. Ugye azt magyarázza. Some parts might help you in one race, but pose problems in others. Mit csinál a srác? De durva, ezt nagyon ki akarom próbálni, ezt a kőmászásos témát. Crawl and sprint on your road to glory. Na, menjünk már. Türelmetlen vagyok. Nem akarom elszkippelni, mert azért hát, ha van valami fontos információ. Gondolom, itt zene lenne, muszáj voltam kikapcsolni, letiltani a YouTube a videót. Úgyhogy hangulatos zene az off. Majd teszek be én. Ha volt zene, azt én tettem be. Na, G-Cards-hun van 3000 kreditünk. Itt a development rész, a csapat. Új, mennyi mindent lehet fejleszteni. Tiszta, komoly, mint a Forma 1-ben lennénk. És itt lehet upgrade-elni a dolgokat. Ó, egy nagyon jó. Azt a mindenit. Hát, ez azon tök jó. Ez a része, hogy ilyeneket is lehet csinálni. Tehát ez egy komoly karrier. Ez sponsor. Na, van-e valami ajánlat? Van. Igazából három szponzori ajánlatunk is van, minél jobb helyeken kell, hát a top 3-ba szerepelni, jó lesz, ez elvállaljuk, menni fog. Esemény szponzort viszont még nem tudunk választani.
Jó, inboxba jönnek az e-mailek. Üdvözölnek minket, hali hali. Nagyon jó, és akkor az aláírás az első szponzorral arról szól. Igen, és akkor nézzük meg a haverokat. Na, micsoda vegyes nemzetiségű, hát van azért svájciak nagyon otthon vannak az időjárásban, meg ezekben a témákban, de itt vannak a emberkék, úgyhogy ez tök jó. És lehet scoutolni egyébként embert, hogy mit szeretnék, de hát még ez nagyon korainak érzem. Ebbe a fejlesztésbe azért csak belemennék, ha már ilyen sok pénzünk van, én ezt megnézném. És ott van fönt jobb felsőben a kocsik egyébként, ha megnézed ott, hogy milyen autók vannak, vagy miből mennyi a rendelkezés, milyen állapotban vannak, inkább az. Jó. Ezt a klasszikot, ezt fejlesszük már valamivel. Ez nem tűnik annyira drágának. Jobban bírja, jobb a váltó, jobb a motor. Hát motor, nem? Motor, az jó. És akkor kiosztottuk, hogy mit is kéne csinálni. Úgy. És akkor ezek gondolom, hogy majd kifejlesztik azokat, amik kellenek nekünk. Remélem. Á, na most. És akkor start. Research. És ott is van, le is vonta a pénzből, az alsó részen is. Menjünk most rá akkor a Suzuki. Suzuki, na. De komoly. A kis kvadunk egy szuszka. Jó, na, ez is megvan, ezen is túl vagyunk, pörögjön. Igen, ott lesz az első kupa, úgyhogy, na ne, hogy megyünk. Le lehet szimulálni, na jó, hát azért ez eléggé gatya, hogy kell szimulálni, érted? Mi lesz az első? Highclimb, aha. Ó, és ó, de kipróbál. Mindegyiket lenyomjuk. Na, legyen ez a videó mai témája, hogy akkor mind a háromból megnézünk egyet. Két kocsi van, ugye? Az egyik gondom tönkre megy, vagy valami ilyesmi. Egyből este kezdünk, vagy hát ilyen szürkületben, ez nem túl baráti. Nézzük akkor. József Vojcik. Hát ez némi magyar. Kis származásra utal. Menjél! Ó, nem versenyzek senki ellen, talán az idő ellen versenyzek akkor. Van egy kis segítség, pörög a lámpa. Azaz, másszad, másszad, másszad. Hűha. Menjünk, menjünk, menjünk. Hú, azt a kutya. Jó, ki kell figyelni, hol lehet a legkönnyebben felmenni, ahogy látom. Gyerünk. Á, ne! Jó. Egy perc. 0,2 másodperc a leggyorsabb. 2 másodperces lemaradásból. Ott egy drón. Jól néz ki ez a flare effekt itt. Azaz, vagy diffizárral kéne menni? Az jobb. Nem tudom. Menjél már. Úgy. Inkább visszaraktam 4 kerék meghajtásra. Azaz, 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 harmadik, ja nem, elsők lettünk, 1 perc alatt megcsináltam. No, ez az, jól van, nehézségi szintbeállítás nem láttam, úgyhogy gondolom fokozatosan fog egyre nehezedni. No, nem boldog vagyok, ez egy sima első hely. Oké. És jön a lóvé, jön az XP. Oh, 1 millió 4. Úristen. Ez kicsit sok, nem? 1 millió 4-et kaptam. Oké. Okay. Aha, ott látszódik is a kocsinak az állapota, hogy lerombolódott. Megnézzük, hogy lehet-e valami nehézségi beállítás volna, vagy kell-e, vagy magától fog benehezedni, mert akkor viszont nem tudsz mit tenni, ugye? Egyébként, ha megtetszik a játék, akkor ott van. Nem találtam nehézségi mód beállítást, úgyhogy akkor valószínűleg fokozatosan fog benehezedni. Egyébként, ha megtetszik a játék, akkor ott a Steam-es link jelent a leírásban. Nézzük akkor a következőt. Legyen akkor ez a kis kvados veretés. Ez is este, nem értem, hogy miért minden este van most, de főleg így, hogy első verseny este. De végül is nem volt különösebben nehéz. Na nézzük akkor. Five. A Playdom csapatnak a feltörekvő kvadosa, egy jó Suzuki-val, mi mással.
És akkor a Suzuki-nak is van belső nézete? Ez a belső nézet, aha. Úgy, nagyon lefelé kell nézni, hogy lássam mennyivel megyek, úgyhogy ezt skippeljük. Azt a mindenit, hogy semmit nem látni. Gyönyörű. Fűnyíró. Ez leforog 10 000-et is. És... ez mi volt? De jó irányba rakott vissza. Vagy hát inkább fordultam bele. Nagyon jó. Százal vere, íj, a fűnyírás, az pörög. Megy a Damil. Nem látom, merre kell menni, bakker. Oké, most jó. A szurkolók. Becsapottam a szurkolók közé, szegények. Kaptam 4 másodperces büntit, de szerintem ez teljesen értető. Szegény szurkolók. Oké. Hol az emberem? Leesett az ember. Még 2 másodperc. Le tud esni? Megint. Nem kéne több büntetést összeszedni. Le tud esni az ember. A francba. Jó lenne már az első checkpointot elérni, hogy mennyivel vagyok lemaradva. Gondolom sokkal. Jó. Nem, én állítom fel az időt. Nincsen olyan, aki előttem ment, én vagyok az első. Úgyhogy nem tudjuk, hogy hanyadik vagyok, meg mennyivel vagyok lemaradva. Ez nehéz ilyenkor. Te vagy az első. Csak ne essünk le. Ez annyira kellemetlen. Ott mit kell csinálni? Itt van valami ugrató. Figyeld. Figyeld. Valami lesz. Nem látok semmit. Valami lesz. Ja. Ja. Azt hittem ennél durvább. Jó, itt mi van? Ja, itt oldalra, oké. Jó, a kövek, a kövek! Megmenekültem, azt hittem leesik a csávó. Megvagyok, mehetünk. Igen. Nem tudom, hogy jót megyek-e amúgy. Gondolom, hogy az időlevonások miatt nem. De nagyon kíváncsi vagyok. Menjél már! De lassú vagy. Mögöttem ott jön a másik srác. Merre megyek? Jaj, nem erre kellett volna jönni. Oké. Remélem, erre is lehet jönni. Jól levágtam az utat, vagy hát elcsesztem inkább. Némi tapsolás, szorványos taps. Ez nehéz így, hogy le tud esni a csávó. És megelőznek. Úgyhogy biztos utolsó leszek, hogy meg is előznek. Miért nem tudok menni? Neki nitrója van. Leesik! Leesett! Láttad? De durva. Szellemautó vagy, neki lehet menni? Jó. Küldjed neki. Ne borulj fel. Nagyon jó. Azaz, pörgessed. Húha. Jó. Jaj. Jó, mindig jó. Térünk már. Oké. Hú, de hosszú ez. Hopp, egy ugra... De miért esik le, ha ugratok? Mögöttem? Jó. Megint leesik? Hát bárminek neki meg leesik. Szétcseszem a kocsit is amúgy. Ott látszik a jobb alsó sarokban a sérülése, ahol elkezd sárgálani. Az egy sérülés tulajdonképpen. Kb. 5-tel mentem neki annak a sziklának. Bakker. Jó sok időbüntetést kapok. Erre vagyok a legmérgesebb az időbüntetésekre. Na, az nem lenne. És kifarolok, ha nem tudom mitől. Ott is felborul mögöttem, nagyon jó. Remélem ők is kapnak időbüntit, nem úgy van az. Csak én kapok. Álljon meg a menet. Mindjárt már nem merek gyorsan menni.
És utolsó szakasz jön ez az irgalmatlan hosszúságú versenyen. Megint lássak, hát ilyen nincsen. Pedig nézem a köveket, próbálok odafigyelni. Nem, óvatosan. Került ki. Azaz. Irányíthatósága jó a játéknak, amúgy tök jó kontrollerrel, szerintem ilyen árkád poénkodás. Amúgy kormányt is kezel, képzeljétek el, tehát kormányt is hozzá lehet csatlakoztatni a játékhoz, mert tudja kezelni, ami engem meglepett. Eléggé árkádos játék. De kontrollerre is tökéletesen működik, legyen az Xbox, vagy PS, vagy bármi. Oké. Okay. Azaz. Nagyon jó, ott a jobb első kerekem az már kuka. Az a vártán a legjobb, hogy nem látok semmit. De így most már jó lesz. Na gyere! Harmadik lettem a rengeteg időbüntetéssel együtt is. Ez meglep, hogy harmadik lettem. Ez nagyon, sokkal rosszabbra száll. Ja, hogy a többiek is összeszedtek azért 18 másodpercet. Hát igen, ha kevesebb időbüntetés kapok, megnyerem. Tulajdonképpen ezen ment el, az időbüntetéseken ment el az egész verseny. Menő. Oké. Okay. Ez tényleg, ez jó volt, csak azért itt a felborulásokra nagyon-nagyon óvatosan kell menni, nagyon figyelni kell. Nézzük akkor a következőt, és a legutolsót, és ami a legjobban érdekel engem. Ez nem lesz egy hosszú verseny. Viszont a hegymászás az egészen izgalmas lesz szerintem, és végre nem este. Köszönöm szépen. Na nézzük. Na nézzük, gyere. Ennek mi a belső nézete? Zsír. Jó, oké. Okay. Itt kéne felmenni? Ott kéne felmenni? Lol. Menjél! Diffizár! Azaz! Felmegy itt ez a járgány! Persze. Ez nagyon komoly, hogy fel tud menni itt. A tója szegény motor amúgy, úristen, jó, hogy nem robban fel. Bár mondjuk hűtése az van, mert nincsen motorháztető, de akkor is. Oké, okay, ott. Az jó. Ne csináld már! És vissza kell mennem. Ez a vibráló kamera, hogy nem... A kamerát itt nem lehet jól belőni. Így. Így jó. Oké. Okay. És ez a vége. Ötödik. Ne, ezt újra kell próbálni, ez nagyon tetszett. Ezt tudtam, hogy nagyon fog tetszeni, és tényleg nagyon tetszett. Hol lehet újra próbálni? Restart. Ez nagyon jó. Megcsináljuk most elsőre, figyelj. Gyere. Utolsó pillanatban fogjuk átkapcsolni a differenciálzárba. Jó lesz. Már tudom, hol kell felugratni. Figyeld. Aha. Mit tudok? Hát össze-vissza mentem a levegőbe, de jó lett. Gyere. Jó, úgy, oké. Menjél. Ah, ez a kamera. Azaz. Az komoly. Toljad neki. Ott jobb. Bal. Az nagyon jó. Magamnak mondom egyébként. Nem baj, hogy felrobban a motor. Semmi baj. Majd a szerelőink megcsinálják. Csak nyerjük meg. Négy kerék meghajtás. Most már ezt felhúzod? Nem? Akkor nem. Jó. Gyerünk. Overpass 2. Nekem nagyon bejövős. Ott lesznek a linkek a leírásban, van kedved, olvasd el a tesztet, illetve szerintem már negatív hangvételű nem lesz, innen már látszik, hogy ez egy királyú összerakott játék, nekem most nagyon tetszik, illetve ott lesz a Steam-es link is a leírásban, hogyha érdekelne. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk egy következő részben, addig is jók lehetek, sziasztok!